Bauer József, a városi szolgáltató, a Telenna Kft. Ügyvezetője beszélt az építmény történetéről. Ez a bárka 2007-ben készült, annak idején Bajor László és csapattal készítette, egy ilyen gyakorlatilag egy társadalmi összefogással egy tolnának egy méltó emléket állítson, mindig nagy hagyománya volt itt a halászatnak, és ez egy gyakorlatilag a halászoknak egy olyan eszköze volt, amelyben a halakat tárolták, vízen úszott, és az élő halakat ebből árulták. Ennek jelképeként helyezték a partra a bárkát. Azóta eltelt 16 év, sok eleme pedig elkorhat már. Főleg a hajótest felszínén a padlózat, illetve két zárható rész is látható rajta, ahol, ami el van zárva, azoknak az oldalfalai voltak teljesen alul elrohadva, illetve elkorhadva. És hát rongálások is voltak, tehát az is még rontott a helyzeten, illetve balesetveszélyessé vált, már néhány deszkán beszakadt, és már nem volt tartható, javítani kell. Úgyhogy megpróbáljuk megmenteni, még jó néhány évre reméljük, hogy jó lesz a hajó, és látogatható lesz. Most kedvező a vízállás, ezért tudták elkezdeni a felújítást. Módosítás nem történik az eredeti formához képest, régi alakját megtartják. Csak azokat az elemeket újítják, fa elemeket újítják meg, amelyek itt az évek alatt tönkre mentek, elkorhadtak. Ma már volt ezzel kapcsolatban egy kis feltárás is, mert a váz szerkezetét néztük meg jobban. Úgy néz ki, az a tölgyfa váz egész jó, ott is szükség lesz egy-két cserére, azoknak a váz elemeknek is a cseréire itt-ott szükség lesz, de alapvetően úgy néz ki, hogy stabil. A település bízik benne, hogy a szeptember 6-án kezdődő bárka fesztiváljukra már kész lesz a létesítmény, és át is tudják majd adni az ünnepi alkalomra.